Én nem gondolnám azt, hogy a melegek nagyon nagy látenciát mutatnának az, hogy én mondjuk fogom a kezemet a párommal az utcán, vagy éppen csókolózunk. Ez egyáltalán nem jellemző, de ha megcsinálom, akkor mi van? Szia, Olivér! Szia! Köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Nem lesz egy coaching beszélgetés, ez egy mély beszélgetés, egy mély interjú, és nagyon kíváncsi vagyok rád. Jó. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rád. És gyorsan-gyorsan a legújabb és legfrissebb eseménnyel kezdjük, jó? Hogy mi az, amiben te képviselted Magyarországot, és harmadik lettél, gratulálok ezúton is neked. Mesélj egy picit röviden erről. Ugye ez a Mr. Gay World világverseny, ami nagyjából úgy lehet elmondani, hogy ez egy szépségverseny, de igazából ez ennél sokkal több. Magyarország először képviselhette magát ezen a világversenyen, már csak azért is, mert az elmúlt 10 évben nem volt Magyarországon meleg szépségverseny. Én ezt tavaly novemberben megnyertem, és automatikusan delegáltak ki erre a világversenyre. És nagyon nagy izgalommal, meg elámmal álltam neki, mert egy nagyon-nagyon fontos dolgot képviselünk. Én azt érzem, hogy az elmúlt 10 évben nagyon sokat fejlődött a társadalom ahhoz, hogy most itt van az idő, és valakinek cselekednie kell, és én szeretnék ebbe az egész dologba beleállni, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy ki tudtunk menni Cape Townba, azaz Fokvárosban, ott volt megrendezve a világverseny, 24 induló, 24 fantasztikus lélek, akivel nagyon-nagyon jó volt együtt lenni ez alatt a 8 nap alatt, mert hihetetlen értéket, érzelmet és pillanatot éltünk meg, és cseréltünk, és annyira sok lettem, miközben nagyon lefáradtam érzelmileg, mentálisan, fizikálisan. Egy fantasztikus utazás volt, és annyira örülök, hogy részese voltam neki. Hát nagyon gratulálok még egyszer, ez nagyon-nagyon bátor dolog egyébként, ugye ahogy te mondtad, hogy az utóbbi 10 évben fejlődtünk, azért így kilépni és reflektorfénybe kerülni kell, bátorság. Úgy tudom, hogy nem egész életedben voltál meleg. Nem, én 24 éves koromig én hetero voltam, vagy legalábbis csajoztam, mondjuk így. Igen, és volt egy komoly kapcsolatom, én megkértem a barátnőmnek a kezét, és én esküvő előtt 2 hónappal mondtam meg neki, hogy bocs, de szerintem ez nem fog működni. Ez életemnek egy legmeghatározóbb, legdurvább és a legfelemelőbb pillanata volt, meg időszaka, mert életemben először néztem saját magammal szembe. A saját szorongásaimmal, vágyaimmal, és kezdtem el harcolni azokkal az elemekkel, amiket kisgyerekkorod óta a társadalom, a család, mint elvárásként beléd pusingol. És én egyszerűen azt éreztem, hogy nem érzem jól magam a bőrömben, miközben meg adsz egy példát, hogy mi volt ez a tünet, mi volt az érzés? Én nagyon-nagyon szerettem őt, mint a lelkét, de nem mint nőt. És az, amikor mondjuk szexelsz vele, és azon gondolkozol, hogy miért az a baromi helyes pasi jut eszedbe szex közben, akit délután a fekete hetesen láttál, akkor ugye elgondolkodik az ember. Nyilván tudtam volna vele, összetudtunk volna házasodni, le tudtam volna élni mellette az életemet, tudtunk volna alapítani családot. De elkezdtem azon gondolkozni, hogy ki vagyok én, hogy tönkretegyek több életet, csak azért, mert nem vagyok bátor, és nem nézek saját magammal szembe. Nem... Mit csináltál volna, ha azt mondja neked, hogy így is megfelelsz neki? Nem, én nem mondtam neki azt, hogy ez A vagy B, hanem azt mondtam, hogy ez megváltozott, és ez van. Van társad, párod? Nem, most nincs. Keresőben vagy ezek szerint. Nem, azt most feladtam. Még az sem? Nem, ez nagyon érdekes, mert miután én coming out-oltam, én 9 hónap után találkoztam az első meleg párommal, akivel 8 évig voltunk együtt. Tehát valahogy én mindig arra rendezkedek be, hogy hosszú távú párkapcsolatokat építsek föl, ebből volt 3. Az utolsó az nagyon-nagyon megviselt, és nagyon-nagyon összetörték a szívem, mondjuk így, és szerettem volna időt adni magamnak, hogy most akkor pihi, nyugi, most vannak fontosabb dolgok, amikre koncentrálnom kell. Én mindig olyan ember vagyok, aki előtérbe helyezi a másikat, és hogyha párkapcsolatban vagyok, akkor az ego az mindig hátra kerül, és többes számban beszélek. Sőt, sokszor átesek a túloldalára, hogy a másik sokkal fontosabb lesz, mint mondjuk én vagyok. És ezt sokan kihasználják, nincsen ezzel semmi baj, mert adni egy csodálatos dolog, és én ezt soha nem kérem számon. Viszont most eljött az én időm, és van egy sokkal fontosabb szubkultúra, vagy a társadalomnak egy része, akinek sokkal nagyobb szüksége van az én segítségemre. Szóval háttérbe fogod helyezni a vágyaidat, a lelki vágyaidat, testi vágyaidat? Ugyanazok? Ezek ugyanazok. Ezek a lelki vágyak és azok a vágyak, amik bennem vannak, ennek egy része a párkapcsolat, és egy része az, hogy én most tegyek az LMBTQ közösségért. Nem szeretek, és ez már tapasztalat, hogy ha bármennyire is kapaszkodom abba, és görcsösen keresem a párkapcsolatot, az nem fog összejönni. Lazán, és majd jön, ha az élet úgy hozza, és ha az élet akarja, akkor úgy is jön. Ha nem, akkor nem fog jönni. Mindkét oldalon voltál vagy. Igen. Inkább a nézők miatt kérdezem, hogy miben más az, ahogy ti flörtöltök, ahogy párt kerestek, a meleg társadalomban, vagy melegként lélekben, vagy viselkedésben, vagy heteróként? Heteróként nagyon érdekes, hogy egy picit frusztráltnak érzem a heterotársadalmat. Pont amit az előbb említettem, hogy vannak társadalmi normák és gender kérdések, amiknek meg kell felelni. 18 évesen a lányba elkezdik belepumpálni, hogy kislányom 5 éved van, meg kell találni a kisfiút, szépen szülni kell gyereket, házasodni kell, és annyira frusztráltá válnak a nők is, meg a férfiak is ezzel kapcsolatban. Az idő? Tehát az, hogy az idő ketyeg, erre gondolsz? Igen, meg az, hogy azzal nincsen baj, hogy az idő ketyeg. A baj az azzal van, hogy mások akarják megmondani, hogy mi a jó neked. És ez szerintem nem jó, és azt veszem észre, hogy rossz döntéseket hoznak az emberek. Ezért van szerintem ennyi válás, mert az emberek nem gondolnak bele, hogy ezt én akarom, vagy a környezetem akarja. Az a gyerek, aki most megfogant, ezt tényleg én akarom, és késznek érzem magamat mentálisan, fizikálisan, érzelmileg erre a gyerekre, vagy azért, mert a nagymama, a nagypapa és a család akarja, vagy a környezetem akarja. És azt veszem észre, hogy az emberek ebbe belekényszerülnek, és belelökik saját magukat. Melegként az a jó, hogy mi elfogadjuk saját magunkat, ezáltal egy annyira nyugodt, lelki békénk van, hogy különösebben, ha az én mikro és a makro környezetem elfogad, akkor onnantól engem semmi nem érdekel. Nem érdekel, hogy az utcán, aki szembe jön, ő esetleg lebuzz. Annyiban érdekel, hogy oda megyek hozzá, és megkérdezem, hogy mi a baj, miben tudok segíteni neked. És ezek nagyon-nagyon fontosak. Nyilván egyébként a melegeknél is vannak nehézségek, hiszen ott meg felerősödik a férfi ösztön. Tehát abban áll, hogy nagyon-nagyon sokan nem vállalják föl, vagy nem állnak bele mondjuk egy komoly párkapcsolatba, mert sokkal fontosabb az, hogy minél több férfival legyenek együtt. Ez megint választás kérdése. A legtöbb meleg ismerősöm mindig azt mondja, hogy én egy konzervatív heteró vagyok, mert hogy én tényleg komolyan gondolom, én látom tökéletesen tisztán az elkövetkezendő 5 évemet, a 10 évemet, és azt is, hogy 80 évesen hogy szeretnék élni. Fogsz gyereket adoptálni? Mindenképpen. Gondoltam. Mindenképpen. Kislányt vagy kisfiút? Teljesen mindegy. Teljesen. Annyira mindegy. Egy boldog párkapcsolatot szeretnék felépíteni, ami nekem nem adatott meg. Nekem 5 éves voltam, amikor a szüleim elváltak, és 5 évesen nagyon-nagyon sok olyan negatív, nagyon sokat sérültem, és egyetlen egy dolgot megfogadtam, hogyha nekem családom lesz, akkor az egy csodálatos, szép család lesz, és tök mindegy, hogy vörös, szőke, barna, kisfiú, kislány, azt akarom, hogy egy egészséges és egy boldog családot tudjak felépíteni és összetartani. Hogy vagy te a mindennapokban? Ér-e támadás, és ilyenkor mit teszel? Face-to-face, tehát szemtől szemben nem ér támadás. Viszont egy nagyon érdekes történetet elmondok neked. Egy hónappal ezelőtt mentem Bartók Béla úton, ahol 3 roma beszólt nekem. Egy színes, ilyen festékfröcskölt farmerkabát volt rajtam, és elkezdtek b***zni. Ők nem gondolták, hogy hiába volt bedugva a fülhallgató, nem szólt a zene, tehát pontosan hallottam, hogy mi történik. És egyre hangosabban, egyre csúnyábbakat szóltak be, amikor megjött a pont, hogy én megálltam, visszafordultam, és megkérdeztem tőlük, hogy mi a baj. Mi a baj azzal, hogy én egy ilyen kabátot hordok, és mi a baj azzal, hogy én meleg vagyok? Igen, meleg vagyok, és... Jaj, semmi, hát, hogy nem neked szóltunk be, hanem az előtted lévőnek. Mondom, nem az a baj, hogy kinek szólsz be, hanem az a baj, hogy te, romaként, beszólsz egy melegnek. Te, aki ugyanolyan kisebbség vagy ma Magyarországon, mint én, akit talán sokkal jobban bántanak, mert rajtam nem biztos, hogy észreveszik, hogy én meleg vagyok, de rajtad igen. És nekünk kéne összefognunk. És nekünk kellene legalább egymást nem bántani. És mit válaszoltak? Nem tudom, hogy megértették-e. Kértem tőlük tiszteletet és türelmet és szeretetet. És ne bántsák másokat, mert őket pontosan ugyanúgy bántanak. De visszatérve egyébként a kérdésre, én szerintem ezek olyan kifogások, amiket úgymond lehet támadni. Én nem gondolnám azt, hogy a melegek nagyon nagy látenciát mutatnának az, hogy én mondjuk fogom a kezemet a párommal az utcán, vagy éppen csókolózunk. Ez egyáltalán nem jellemző, de ha megcsinálom, akkor mi van? Az a baj, én azt gondolom a magyarokkal, hogy rendkívül előítéletesek, nem vagyunk nyitottak és elfogadóak. Sokkal egyszerűbb gyűlölni, mint szeretni. Sokkal egyszerűbb nem elfogadni a másikat, mint elfogadni. Mindig, hogyha te szeretni szeretnél és elfogadni szeretnél, abba időt, energiát kell beleölni. Meg kell ismerjem azt a kultúrát, hogy ők miért ilyenek. El kell fogadnom, hol vannak azok a pontok, amikkel én egyetértek, hol van az, amivel nem értek egyet, de amivel én nem értek egyet, az vajon mennyiben hat az én életemre. És rá fogunk döbbenni, hogy igazából semmiben. Az az orvos, aki kihúzza a fogadat, az a pék, aki adja neked a reggeli croissant, ő is meleg, számít bármit is. Szerinted növekedett a száma a melegeknek az utóbbi 10 évben? Igen. Igen. Mit gondolsz, hogy miért? Azért, mert ez egyébként az Z-generációnak köszönhető. Annak a generációnak, aki már a YouTube-on nő föl és az interneten. Sokkal jobban tágul az ő világképük. Nekik egy Jeffree Star, egy férfi, aki sminkeli magát, nem kérdés. Nem, azt mondják, hogy meleg. És ez azért nagyon jó, mert ez a Z-generáció hat az idősebb generációra, a saját szüleire. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy minél nagyobb lesz az elfogadás. Ugye azt szokták mondani, hogy egyre több a meleg. Nincsen egyel több meleg, csak egyre többen vállalják föl, ami fantasztikus. Hány éves korod óta érezted, hogy valami nincs rendben? Óvodáskorom óta. Óvodáskorom óta teljes mértékben egyértelmű volt. Az, hogy szerettem ugyanúgy fiúkkal meg lányokkal játszani, de volt valami olyan plusz, amit gyerekként akkor még nem tudod megfogalmazni, de valahogy jobban vonzódtam a fiúkhoz, mint a lányokhoz. A lányok azok megmaradtak, ugye ez a barátnő, meg hogy játszunk együtt, viszont a fiúknál is sokkal több dolgot éreztem. Ez nagyon érdekes. És az is érdekes, hogy ezt az ember mennyire összecsomagolja az agyában, a legsötétebb, leghidegebb, legpokhálósabb részére, és hogy mennyire nem vesz róla tudomást. Hihetetlen egyébként ez az emberi elme, meg az agy, hogy ez hogy tud... Hogy megfeleljen működni egyébként az elvárásoknak. Készülsz politikai babérokra? Bár kül- és biztonságpolitikát tanultam az egyetemen, de nem. A politikával annyira szeretnék csak foglalkozni, hogy azokkal az emberekkel felvenni a kapcsolatot, akik tudnak segíteni az LMBTQ közösségnek. Elmagyarázni nekik is, hogy mi nem feltétlenül szeretnénk semmivel sem többet, pontosan annyit, amit a heterotársadalom megkap, és amitől az ő életük teljes és boldog. Vannak meleg jogok Magyarországon, aminek nagyon örülni kell, de én azt érzem, hogy ezeket mi nem tudjuk élvezni, és nem tudjuk használni. És nagyon fontos, a politika mindig ő soha nem fogja venni a bátorságot ahhoz, hogy hasson a társadalomra. Ez a mi kötelességünk, és ez az én feladatom is lesz, vagy az LMBTQ feladat. Ha én a társadalomra tudok hatni, és egyre inkább azt érzem, hogy az elfogadást tudom erősíteni, akkor idővel a politika is bele fog állni ebbe a kérdésbe, viszont közben a politikát is puhítani kell. Hogyha majd eljön ez a pillanat, akkor ők is lépjenek. Nagyon nagy szeretet árad belőled, szeretet van a szavaidban, a tetteidben, sugárzik. Hogy fog összeférni ez, és az, hogy képviselni fogsz, vagy már most képviselsz egy kisebbséget, akár eljutva az Európai Parlamentig? Hogy fog összeférni a kettő? Szerintem teljesen könnyedén. A legfontosabb az az, hogy milyen oldalról közelítjük meg a kérdést. Én azt gondolom, hogy a magyar politikának is, a nemzetünknek is, a társadalomnak is egyetlen egy nagyon fontos dolga van, hogy egy mentálisan egészséges társadalmat kapjunk. Egy mentálisan egészséges társadalom nagyon-nagyon sok mindenre képes, és nagyon erős tud lenni. Nekem is ez az érdekem, az én kis szubkultúrámmal kapcsolatban, és a magyar politikának is ez az érdeke. Megvan a közös pont. Egyel lazábban és finomabban és könnyedebben kell kezelni, nem kell ezt szalvétával megfogni. Csak lazán. És én hiszek abban, hogy ez most annyira közhely lesz, tudom, de a közhelyek viszont igazak, hogy én hiszek abban, hogy az elfogadás, a nyitottság, meg azt, hogy szeressük egymást, ez képes ledönteni falakat. Csak engedni kell. És közben mindenki ugyanúgy... Mi van, ha nincs? Az engedni kell. Föl vagy rá készülve? Természetesen. Akkor már fogok találni egy másik utat. Meg fogsz találni egy másik utat. Én elég szívós vagyok, úgyhogy engem kidobnak az ablakon, vagy kidobnak az ajtón, én bemászok az ablakon. Úgyhogy ezzel nincsen baj. Olivér, milyen a szívedben a hazafiság? Számomra a legfontosabb ember az a nagymamám volt. Ő egy fantasztikus és csodálatos ember volt, tanárnő volt, és nagyon-nagyon sokat tanított nekem a kultúránkról, a történelmünkről, mindenről. És nekem ő a hazafiság, a magyarság, teljes mértékben tudom összekapcsolni, és ő mindig egyetlen egy dolgot mondott, hogy soha ne foglalkozzál azzal, hogy mit kapsz. Sokszor lesz az, hogy az utadon mész, és meg fognak támadni, el fogsz esni. De tessék fölállni, megigazítani a koronát, és tovább menni. És mindig legyél egyel pozitívabb, mint ahogy hozzád viszonyulnak. És ebben annyira igaza volt. Mert én hiszek abban, hogy a pozitív hozzáállás nagyon-nagyon sok mindent le tud dönteni, és meg tudja változtatni az embereket. Szóval, ha jól értem, hazafiság egyenlő nagymama? Igen. És egyenlő pozitív hozzáállás, bármi történjék is. Igen. Ez pont azért fontos, és a nagymamám is azért mondta, mert hogy rettenetesen sokat gyötrődtünk, és nagyon-nagyon sok, ha megnézzük a történelmünket, pontosan tudjuk, hogy mennyi viszontagságon mentünk keresztül, és negatív dolgon, de ez nem lehet indok az, hogy ez az egész történelmünk, hogy ugyanebben benne maradjunk. Lapozzunk! Erősek vagyunk mi, csak higgyük el, menjünk tovább. Ez nem indok, ez nem kifogás, ami történt velünk 200, 300 vagy akár 100 évvel ezelőtt. A koronát említetted. Korona van az ujjadon. Igen. Milyen más jelképe van ennek a koronának? Ez nagyon vicces, mert én egy kicsit felháborodva vettem magamnak ezt a koronát. A barátaimmal arról beszélgettünk, hogy de jó lenne majd, hogyha a magyar meleg szépségversenyen kapnék koronát. De természetesen ezt ugye elvicceltük, nem kaptam, és mondtam, hogy na jó, hogyha most nem kaptam, akkor legalább veszek egy koronát magamnak. Valahogy nekem ez egy nagyon-nagyon komplex érzés a koronával kapcsolatban, mert ki az, aki hordja a koronát? Egy olyan vezető, aki nem csak fizikálisan áll ki a társadalomért, az embereiért, hanem ő lojális, ő erős, ő egy vezér, ő mutatja az utat, de tud kemény lenni, de megérti a szíveket. És kiáll olyan emberekért, akiknek szüksége van a segítségre. Ezért is választottam például a világversenyen, hogy 19. századi díszmagyar huszárruhában megyek ki, mert pontosan ezt akartam képviselni az LMBTQ közösséggel is, mint amit egy huszár képvisel, hogy kiáll az elesettekért, és küzd értük. És ez tök jó, és nagyon-nagyon szerették. Mi van még a hazafiság fogalmán belül a szívedben? Igazából nekem mindig egy vízióm van, hogy 80 évesen, amikor ülök a tornácon, és kijön a párom, és én ráverek a fenekére, és belenézek a szemébe, akkor azt tudja mondani, hogy egy fantasztikus életem volt. És hogy én mindent megtettem, amit tudtam, és hogy jól éltem, és hogy boldogan éltem, és hogy tudtam valamilyen lábnyomot hagyni a földön, akár a magyar társadalomban. Ez nagyon-nagyon erős vízió, és nagyon-nagyon szeretnék ezért tenni, és ezért nap mint nap. Igazából ez az, amiért tényleg nap mint nap föl kell és próbálok tenni. Miben más most egy napod, mint amikor hetero voltál? Hát nagyon sok mindenben. Elmondod igen. Nekem? Igen. Az, hogy kiegyensúlyozott vagyok és boldog. És az, hogy magamra koncentrálok, nem másokra koncentrálok, amit el akarnak várni tőlem. Hanem csak és kizárólag belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy mindennek én vagyok az eleje, a vége, és mindent magamért teszek. És boldog vagyok, nyugodt vagyok, kiegyensúlyozott vagyok, nem vagyok teli frusztráltsággal, nem szorongok, és ez egy annyira jó érzés. Fantasztikusan jó érzés. Mit tudsz tanácsolni azoknak, akik nagy ellenérzéssel vannak irántad, irántotok? Mit tegyenek 3 lépésben? Nagyon-nagyon fontos azt megérteni, hogy mi ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más. Mindenki azzal jön, hogy nekem semmi bajom nincsen a melegekkel, de, és tehát vagy van baja, és akkor beszéljük meg, üljünk le, adjon lehetőséget, hogy tudjunk erről érdemben beszélgetni, Vagy ha nincsen, akkor engedjük el ezt a mondatot. Mindenki azzal jön, hogy semmi baja nincsen a melegekkel, csak csináljuk a dolgainkat a négy fal között. De hát mi ott csináljuk? Tehát elvileg semmi indok nincsen arra, hogy bármiben így bele tudjanak kötni. Szerintem nagyon-nagyon fontos, pszichológiából indulok ki mindig. Mi az, amitől én tartózkodom, elutasítok? Az, amit nem ismerek. Kell vagy idő. Az, amit már megismertem, és fájdalmat okozott. Igen, de én nem tudom elképzelni, hogy egy LMBTQ közösség bárkinek fájdalmat tudna okozni. Én kizár dolognak tartom. És nagyon fontos az, hogy adjunk időt egymásnak, és ismerjük meg a másikat. És rá fogunk jönni, hogy abban a pillanatban, hogyha mi közelebb engedünk magunkhoz egy embert, nem kell velünk asszimilálódni. Csak értsék meg, hogy mi miben vagyunk másak, az ő életét mennyiben befolyásolja, viszont ő mennyiben tudná a mi életünket befolyásolni, és hogy az fáj-e neki. Ő azzal kevesebb lesz-e, hogy más társadalmi csoportnak segít? Szerintem nem. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy picit ilyenkor lépjünk hátrébb, és nézzük meg, hogy a másiknak mennyivel jobbat tudok tenni. Adni és valakinek jót tenni, az emberek rá fognak döbbenni arra, hogy az az én lelkemnek is jó. Csak mosolycsalni a másiknak az arcára. Ezek nagyon-nagyon fontos és nagyon elgondolkodtató dolgok, de ezeket érdemes elkezdeni gyakorolni és használni, mert ez nagyon-nagyon sokat tud változtatni magunkon. Fogjunk össze, tényleg, ez nagyon-nagyon fontos üzenet. A végéhez értünk, most lehetőséged van kérdezni egyet tőle. Hogy annyira tetszik, amit csinálsz, miért csinálod? Mi a célod ezzel? Mert látom, hogy nagyon komolyan és nagyon-nagyon tudatosan kérdezel, látom, hogy neked is van egy üzeneted, és neked is van egy utad, amit ezzel beszeretnél járni. Mi ez? Több rétű. Az egyik az, hogy mindenképp üzenni szeretnék. Magvakat szeretnék elültetni, amelyekkel az emberek, ha öntözik, akkor szép virágokat hoznak létre a lelkükben. És a harmadik nyilván az edukáció, az oktatás, mint olyan. És aztán a negyedik, ami a legfontosabb, az, hogy ti itt vagytok, köztünk éltek, mindannyian érdekesek, gyönyörűek, tényleg nagyon-nagyon sok üzenettel, leckével, tanulsággal és egyéb, és általában a felszínt kapargatják meg az emberek. Szeretném, hogyha ezzel biztatni tudnám a nézőket, hogy legyenek kíváncsiak egymásra, szeressék egymást, és türelmesek. Köszönöm. Én is nagyon köszönöm neked. Nagyon-nagyon hálás vagyok, és ezek tényleg annyira jól esnek, hogy vannak... Ilyenkor mondom, azt látod, hogy van remény, mert hihetetlen volt például a szavazókampánynál is, hogy láttam heterókat, melegeket, transzgendereket, biszexuálisokat, demiszexuálisokat, autoszexuálisokat összefogni egy ügy érdekében. Tényleg könnyed csalt a szememben, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Ez nagyon-nagyon jó dolog, mert itt van a remény, és itt van. Csak csinálni kell. Igen, a szeretetben és az összefogásban. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm, nagyon jól éreztem magam. Én is nagyon, köszönöm nagyon.